Egy 4 emeletes sárga épület a Nyíri úton, a Bányai és a Széchenyi között. Ez a Táncsics Kollégium. 1978 óta laknak itt tanévközben diákok, többek között a Katonából, a Bójaiból és az Éziből. Összesen 268-an férnek el itt, 4 ágyas szobákban. Egy átlagos nap a koliban a portás hangjával kezdődik, ami a hangos bemondón szólva felébreszti a diákokat. Jó reggelt, kedves diákok! Szép napot mindenkinek! Öltözzetek fel, vigyetek ernyőt, esik az eső. Ezután felkelünk. Na jó, inkább valahogy így. Jó reggelt, kedves diákok! Szép napot mindenkinek! Öltözzetek fel, vigyetek ernyőt, esik az eső. Elkészülünk. És megyünk suliba. Délután mindenki máskor ér vissza. Sokan külön órákra, edzésre és hasonlókra mennek. Mások itt töltik a napjuk hátra lévő részét. Szerencsére ez utóbbi se jelenti azt, hogy unatkozunk. Van büfé, konditerem és könyvtár. Természetesen szoktunk tanulni. Hol egyedül, hol közösen. Vagy egyszerűen csak együtt vagyunk a barátainkkal. Mindig kitalálunk valamit, hogy elszórakoztassuk magunkat. Szinte mindig. De ha mégsem lenne ötletünk, hogyan foglaljuk el magunkat, a Koli ebben is segít. Minden héten vannak szakkörök, mint például a főzőcske vagy a sportkör. Emellett rengetegféle programot szerveznek nekünk, legyen szó sportról, vagy bármi másról. Versenyek, előadások, bemutatók. Itt van választék. A diák önkormányzat révén mi is beleszólhatunk abba, milyen programok legyenek. Emellett nálunk is vannak ünnepségek, megemlékezések és bálok, illetve bulik.
Táncsics rengeteg iskolával, intézménnyel és szervezettel áll kapcsolatban. A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel és az Ifjúsági Otthonnal, csak hogy párat említsünk. A kollégium biztosít reggelit, ebédet és vacsorát, de sokan maguk gondoskodnak arról, mit esznek. Az intézmény 2001 óta ad otthont az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő katonás diákoknak. A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, de tehetséges gimnazistákat a továbbtanulásban. Az AETP-sek 5 évet töltenek itt, mi alatt számos külön programban vehetnek részt. A fárasztó nap végén zuhanyzás, lefekvéshez készülődés, 9:30 villanyoltás, és aztán valamikor alvás. Másnap pedig minden kezdődik előről, legalábbis hétközben. Szerintünk miért pont a Táncsics? Azért szeretem ezt a kollégiumot, mert imádom a társaságot, és nagyon jó közösségi programokat szerveznek számunkra. Azért jó a Táncsics, mert hogyha elakadsz a tanulásban, a nagyoktól segítséget tudsz kérni, vagy a saját évfolyamtársaidtól, plusz hogyha otthon hagysz valamit, esetleg éhezel és nincs kajád, akkor közel van a Spár, és azt is tudsz kérni. Az itt a legjobb, hogy jó a társaság. A KOLESZ azért jó, mert a diákok itt családias környezetben tudnak felnőni, a szülők nélkül is. Próbálunk rájuk vigyázni, ahogy tudunk. Itt barátokra találnak, társakra, barátra, barátnőre. Minden eléri őket, a jó és a rossz is. Szerintem azért jó a kori, mert szuper barátokat szerezhetsz, és szerveznek neked szülinapi buli. Van hol aludnod, van hol tanulnod, és azok az emberek, akik fontosok számodra, barát lehetnek. Szerintem nagyon jó a szobaközösség, én nagyon szeretek itt lakni, és mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a helyet. Szépek a szobának, közel van a Spárhoz a kori, úgyhogy bármikor át lehet ugrani. Újak a bútorok, itt van a gépterem, itt ahol van internet. Azért érzem jól magam a Táncsicsban, mert itt mindig zajlik az élet, szívemhez nőnek a diákok, és nagyon jó a kollégákkal együtt dolgozni. Mert az intézményünkben a diákoknak biztosítottak a nyugodt lakhatási és tanulási feltételek, a szabadidejük hasznos eltöltéséhez pedig számos program foglalkozás várja őket. A Táncsics Kollégium nem csak egy nagy, sárga épület a Nyíri úton. Nekünk sokkal több. Ez a második otthonunk. A Táncsics téged is vár!